maradunk a tudománynál, a versenyeknél, a sikereknél. És a fiataloknál. És a fiataloknál vendégünk Erdősné dr. Németh Ágnes. Jó napot kívánok! Ez és hát ugye korábbi sportriporter, én nem úgy kezdte volna, hogy akkor 10 érmet szerzett a magyar, nem tudom, informatika válogatott tulajdonképpen. Hát igazából 4 informatika válogatott, 4 különböző diákolimpián szerzett 10 érmet. Na, akkor ez már is nem a klasszikus sportos lebonyolítási rendszer azért, hát hogy az informatikát nézzük. Kategóriákban versenyeztek a gyerekek. Milyen életkorban versenyeztek? Van az Európai Junior Diákolimpia, itt 15 évesek lehetnek maximum a gyerekek. Van a Közép-Európai Diákolimpia, ahol középiskolásokat várnak, de ez egy régiós játék, tehát a közép-európai országokból jönnek. Van a Lányok Európai Diákolimpiája, ahol esélyt adunk azoknak a kislányoknak, akik a fiús környezetben kevésbé érzik komfortosan magukat, viszont így ki tudnak teljesíteni. Esedni, és van a nagy nemzetközi informatikai olimpia, ahol hát mintegy 100 országból az gyűlnek össze a versenyzők, 4 tagú csapatokkal. Az a kérdés fogalmazódott meg bennem, ahogy elhangoztak ezek a számok, hogy mitől ennyire jók a magyarok gyakorlatilag szinte bármiben. Hát például a Boküzdoron is most hallhattuk, hogy egész jó helyen végeztek a magyarok. Ez most csak egy ilyen mellékszál, de hogy bármilyen informatikai verseny, világverseny történik, akkor ott a magyarok mindig az élmezőnybe végeznek. Mitől ennyire? Nagyon sok munka van azok mögött, az eredmények mögött, amit a gyerekek hoznak ezekről a versenyekről. Tehát egy megfelelő felkészítés és egy motiváció, elkötelezettség kell ahhoz, hogy a gyerekek ezeken a versenyeken jól tudjanak szerepelni. Versenyzünk az indiaiakkal, kínaiakkal, akikből sokkal-sokkal többen vannak, és sokkal nagyobb a merítési lehetőség. Megérzik a gyerekek, hogy ebben van potenciál és van lehetőség a kibontakozásra. Lehet arról mondani pár szót vagy gondolatot két nagyon informatikában ott jártas műsorvezetőnek, hogy milyen típusú feladatokat kell elképzelni? Azért hoztam ilyen kis apróságokat még hozzá. Van egy dobozom, amiben vannak valamiféle kockák. És hát sajnos nem tudom úgy visszavinni a dobozt, hogyha nem kerülnek bele ezek a kockák visszafele. Na most ez azért ez mondjuk csak 10 darab kocka, de azt gondolom, hogy el tudják képzelni, hogyha egy autóba kell bepakolni a családnak az 50 csomagját. Igen, ez a kitetriszezzük gyakorlatilag. Kitetriszezzük, és mi van akkor, hogyha egy vállalatnál, vagy pedig egy költöztető cégnél kell a több millió csomagot becsomagolni a vagonokba és ezekbe a dobozokba, különféle formájú, különféle nagyságú dobozokat kell a lehető legjobban összerakni. Ugye, hogyha fogom a kockáimat, akkor ebbe a dobozba így nem férnek bele. Igen. És általában mindig az első megállónál szokott az történni, hogy a legbelső táskából kell valami. Ez mondjuk a versenyszempontjából teljesen nem releváns, de akkor nyilván ezt kellett megtervezni, hogy akkor ezek hogy férnek bele úgy, hogy minden a helyén van. És ez ilyen idő, tehát hogy egységnyi idő rendelkezésre állt? Mennyi idő van rá, általában 1 másodperc alatt le kell futnia egy programnak. Mennyi? És 1 másodperc alatt le kell futnia a programnak. Hát mert nem érünk rá kivárni azt, hogy ott mondjuk egy autóba ülök, és várjuk azt, hogy a Google megtervezze az útvonalunkat, vagy valamelyik útlevtervező alkalmazás. Nem érek rá 10 percet várni, hogy kisakkozza, hogy merre menjek. Tehát nagyon gyorsan kell lefutnia ezeknek, és nagyon nagy számú elemre is le kell tudnia futni. Ugyanúgy, ahogy az útvonaltervezésnél is millió ponton mehetek át, hogyha valahova el szeretnék jutni. Hol foglaljuk el a helyet mi a világban, hogyha itt az informatikai utánpótlást vagy versenyeket nézzük? Hú, ez egy nehéz kérdés. Közép-Európában azért elég jó helyen állunk. A lengyelek és a horvátok azok nagyon-nagyon kitettek magukért az idén is a Közép-Európai Olimpián, de ott vagyunk az első harmadban. A világban is azt gondolom, hogy talán így az első harmadban az olimpiákon szereplünk. Tehát rend vagyunk abban. Nagyon szépen köszönjük, azért is biztató, mert ugye Magyarországon folyamatosan hiány szakma ugye az informatika, és rengeteg diákot
hallgatót az egyetem után várnak a különböző cégek, úgyhogy reméljük, hogy jó sokan választják, és közben még egy-egy versenyre is ellátogatnak. Nagyon szépen köszönjük, nagyon, hogy, nagyon köszönjük, hogy itt és volt. További sikereket kívánok. Ezen majd még gondolkodom. Itt hagyjam? Én pedig jövök Zsuzsához.